Sziasztok srácok, itt is vagyok az Irány a világbajnokság következő epizódjával, amiben a török válogatottat, illetve a paraguayi válogatottat fogjuk feldolgozni. És hát nagyon-nagyon köszönöm azokat a kommenteket, amiket írtok mindig az ilyen epizódok alá. És hát meg szeretném azt is köszönni, hogy az előző hosszabb videót annyian megnéztétek, annyian lájkoltátok. És hát rengeteg pozitív visszajelzés jött, úgyhogy valószínűleg, hogy lesz még olyan. Azt még egyelőre nem tudom, hogy mikor, de biztosan, hogy lesz még ilyen focis videó. És akkor nézzük is a török válogatottat. Jelenleg a képernyőn láthatjátok már a teljes csapatot. És akkor nézzük is meg a játékosokat. Volkán Demirel lesz a kapusunk. Gönül lesz a jobb hátvédünk. Toprak, illetve Aziz lesz a két közép hátvédem. Erkin lesz a bal hátvédem, Gokán Töre lesz a jobboldali középpályásom, Csálhanoglu, illetve Turán lesz a két középpályásom, Frey lesz a baloldali középpályásunk, illetve Erdincs, talán így kell kimondani a nevét, de nem biztos, illetve Demir lesz a két csatárom. Hát a csatárposzton nem vagyunk éppen a legjobbak, viszont szerintem a középpálya az nagyon-nagyon jó, védekezéssel sem lesz gondunk, szerintem a kapus is jó lesz, úgyhogy nézzünk egy meccset. És itt van a mai első ellenfelünknek a csapata, és hát van egy nagyon-nagyon jó francia csapata, nagyon nehéz dolgunk lesz, csatárposzton van egy Lacazette, illetve egy Griezmann, rögtön neki iramodunk és megpróbálunk kapura törni. Jó? Az igen. Gyere, fordulj be, léci. Nem tudtam lőni. És meg tudjuk szerezni a labdát. Szépen fordulunk. Jó. Az ott szép. Nem tudjuk megtartani a labdát, sőt, az ellenfél már is támadhat. Ez jó labda volt, de ebben muszáj volt belelépni. Nagyon szép indítás, gyerünk! Be kell hozni középre. Lepasszoljuk. Ha nem csúsznak bele, akkor ajtóablak helyzetünk lett volna. Jó lehetőség, de nem tudja átvenni a labdát. Egyelőre jó. Ott a lehetőség. És nem megy be. Fú, ez nagyon szép volt. Ilyet kellene még, azt hiszem, hogy az ellenfél verhető, annak ellenére, hogy jó csapata van. Jó lehetőség, visszagurítjuk, ott a lehetőség. És nem igaz, rúgok egy kapufát. Hatalmas labda. Ezt most valahogy középre kellene hozni, meg le kellene normálisan passzolni, de egyelőre nem jön össze. Ez még megvan, ez még kipattan az ellenfélről, ez meg elakad. Hát... és vége is van az első félidőnek. Hát igen, statisztikákban szerintem sokkal jobban állunk. 60-40 a labdabirtoklás. És hát ez helyzetekben is meglátszott. Úgyhogy nézzük a második félidőt. Ne! Ne! Át ez a játék, komolyan mondom. Fú, ellenfél komolyan most lövi másodjára kapura a labdát, de már ez gól. Most komolyan, erre mit mondjak? Fél pályáról az ellenfél rúg egy gólt. De nem tudok, nem igaz, hogy nem csúszik oda normálisan a labdához. És ebből is gól. Hát, gratulálok, komolyan mondom. Nagyszerű, gyerünk, visszapassz, jön középre. És nem igaz, hogy becsúsznak és elveszik előlünk a labdát. Jó? Ott a lehetőség, lőd be! Nem igaz, hogy fölé lövi. Add vissza, nem igaz. Jó. Demirelnek egyetlen egy lövése van. Hát, ez vicc. Ez úgy vicc, ahogy van. Első fél időben egyet lőtt a kapura. Másodikban négyet lő, és mind a négy gól. Nem igaz, Griezmann nem érik utol. Demirel, gyere ki a kapuból, 5-0. Jézus Isten. Jön be középre. Így is van, kiöklözi, és valószínűleg most le is fogja fújni a bíró, ha nem enged még Griezmannnak egy lehetőséget, mert miért ne? Gyere ki Demirel, 6-0, ott is van. Srácok, itt vannak a statisztikák, és hát nem tudom, hogy mit mondjak ezek után. Kész komédia, komolyan. Én nem tudom, hogy 7 lövésből hogy megy be 6. Nekünk még 11-ből egy sem megy be. Mindegy. Mindegy is. Nézzük a második meccset. És itt van a mai második ellenfelünk, akinek egy
milyen BPL csapata van. Vardy, Martial, Willian, Kanté, David Luiz, kapuban van egy cseh. Hát, nagyon nehéz dolgunk lesz megint. És ott valahogy el tudjuk vinni? Egyelőre úgy néz ki, igen, az igen, szép. Jó passz. Vissza kellene húzni, de nem igaz, hogy ne, ott a labda nála. Aztán elszerencsétlenkedjük, szép. Lőd be Turán, Turán, és ott a gól. Hú, hát ez most már nagyon kellett. Az előző meccs után ez ma nem ment volna be. Jó, mondjuk onnan szégyen lett volna kihagyni kb. 7 méterről. Úgyhogy 1-0-ra vezetünk rögtön a meccs elején. Jó, ott van még, lőd rá, kipattan, és ne lőd rá, jó. Ez még szép, kényszerítő lett volna, ha még oda is megy. Jó, szépen lepasszoljuk, kell egy lövés, és cseh ezt nagyon szépen kivédte. Ez nagyon szép játék, egyelőre tarolunk, az megint szép labda, gyerünk. És nem tudjuk behozni középre, viszont lesz egy szögletünk. Na nézzük azt a szögletet, csavarodik középre a labda, és sajnos nem tudunk fejelni, kipattan, illetve fölpattan a levegőbe. Ezt valakinek le kellene fejelni, jó, lőd rá! Nem igaz, hogy David Luiz pont ott van, ahol a lövöm a labdát. Nagyon jó, át tudjuk venni, le kell passzolni, de nem jön össze. Jön középre a labda, ki tudjuk fejelni, oda pattan, és Demirel mekkora átvéd. Hú, hát szerintem egy góltól mentett meg minket. Nagyon jó lehetőség, gyerünk, be kell lőni, ott a lövés, és cseh ezt kivédi. Hát, na mindegy, meg lesz így is a győzelem, így is van. Vége a meccsnek, és hát sikerült behúzni a vékony, de 1-0-ás győzelmet. Úgyhogy nézzük a statisztikákat. Igazából nem volt olyan nagy fölényünk, több pontos lövésünk volt, mint az ellenfélnek lövése. Úgyhogy szerintem megérdemeltük. És hát akkor nézzük a következő válogatottat. Itt van a képen a paraguayi válogatott, nézzük is a játékosokat. Kapuba Villar került, Aguilar lesz az egyik középhátvédem, a másik pedig García Guerreño. Talán így kell kimondani a nevét. A harmadik középhátvédem Gustavo Gomez. Jobboldali középpályásom nem más, mint Perez. Ő egy nagyon-nagyon jó játékos, szerintem a csapat egyik legjobbja lehet. Almirón lesz az egyik középpályásom, a másik pedig Ayala. Baloldalra Melgarejo, fú de jó neve van. Núñez lesz a támadó középpályásom, Benitez, illetve Valdez lesz a két csatárom. Úgyhogy akkor nézzük is egy meccset a paraguayi válogatottal. És itt van az ellenfelünk, hát nem igaz. Fú, olyan német csapata van, illetve bundesligás csapata van. Ter Stegen egyedül, aki nem bundesligás, de ott is van egy kis chemistry, mert német. Hát én nem tudom mit mondjak. Az de szép labda, gyerünk, be kell lőni, lőd be Léci, kipattan! És elakad a hátvédben, és Ter Stegen megfogja. Nagyon jó, ezt be kell fejezni, Léci! És ott a gól, 1-0-ra vezetünk. Nagyon szépen lefüleltük a paszt, és abból adtunk egy nagyon szép labdát, szerintem Benitez volt a gólszerző, mert nem is figyeltem, és hát már csak el kellett tekerni Ter Stegen mellett. Ez nagyon jó, és a hónalja alatt átment a labda. Igen, Benitezzel megszerezzük az első gólunkat. És Beniteznek megint jó labda, Benitez, lőd be Léci, és ott a második gólunk, 2-0-ra vezetünk. És az ellenfelő ki is lépett. Hát, ezt a meccset nagyon hamar letudtuk, úgyhogy akkor nézzük a másodikat. Itt van az utolsó ellenfél a mai epizódból. Hát, ennek is egy nagyon-nagyon jó BPL csapata van. Jó, ott van Benitez, Benitez, és ott a gól. Milyen szépen belőttük az alsó sarokba. És már is megvan a vezetés a 10. percben. Ó, nem igaz. Átviszi mindenki, komolyan az a játék annyira egy idegesítő. Fú, hát tényleg aki nyugodt, az játszon egy órát ezzel a játékkal. Nagyon szép labda, gyere Benitez. Benitez. Be kell passzolni középre, jó, jó, lőd be. És ott a 2-1, ennyi.
Megvan a vezetés. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy középre be tud menni pontosan a labda. Jó, távoli lövés, az igen, mekkora kapufa. És kipattanóból már nem tudunk semmit sem csinálni, sőt, ránk is pöckölték a labdát. Ajaj, ne, gyere ki kapus, és ez is gól. Hát ez nem igaz. Fú. Valdez nagyon jó labdát kap, gyere Valdez. Valdez. Valdezzel hozzuk be középre, lepasszoljuk, jön egy lövés, és beleakad az egyik hátvédbe. Jó, Beniteznek nagyon szép labda. Gyere Benitez. De ki fog menni? De nem megy ki, még bent van. Hát kár volt bent tartani szerintem. Sokra nem mentünk vele, viszont annyira igen, hogy kipattan. Azt a mindenit, ott van még. Bent tudjuk tartani, bent tudjuk tartani. Visszapasszoljuk, megfordulunk, és fölé. Jó. Az is szép még. Gyere. Fussál, sokkal gyorsabb vagy, mint a többiek. Jó, még le tudjuk passzolni, szép. Vissza kellene gurítani, de senki nincs ott. Lehet, hogy 2-2-vel fogjuk zárni ezt az epizódot. Ne? Hát, ez nem igaz. Utolsó pillanatban kapunk egy gólt. Hát, ilyen 85. perc után ez mindig várható. Nagyon jó! Kell egy lövés! Nem igaz, hogy nem megy be! Nézzünk egy szögletet, illetve a meccs utolsó mozzanatát is szerintem. Ott a lehetőség, és bent van! 3-3! Majdnem 3-2-t mondtam. Hú, de kellett ez a gól! És ennyi is volt a meccs. Nézzük a statisztikákat. Hát srácok, a képernyőn láthatjátok, hogy hogyan is zárult ez a meccs. Szerintem több helyzetünk volt, illetve többet is birtokoltuk a labdát. De szerintem az a 3-3 sem rossz. Srácok, ennyi is lett volna ez az epizód. A következőben folytatjuk az algériai, illetve a szlovéniai válogatottal. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy abból a két csapatból mit sikerül összehozni. Úgyhogy, ha tetszett ez az epizód, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha nem vagytok feliratkozva, akkor mindenképpen tegyétek meg. Legközelebb találkozunk, én Lehel voltam, és sziasztok!